Sok szeretettel és mély tisztelettel köszöntelek benneteket. Amikor délelőtt Sunim delegált erre a feladatra, akkor, és azt mondta, hogy improvizáljak, akkor természetesen a délelőtti meditációm java részében ez az improvizáció zajlott, ami már tudjuk, hogy nem az. Aztán eldöntöttem, hogy most meditálok, és ha másokat kell segíteni, akkor lököm én az igét csípőből, mint jó papa finom misebor után, de az elmúlt napoknak az eseményei, és legfőképpen a Koan interjú belátásra térített, hogy miért is vagyok itt. Alapvetően a hitelességről szeretnék beszélni, és mielőtt szavakkal próbálom ezt az egészet valahogy árnyalni, amit nem lehet. Hellinger módszer átvette a morfogenetikus mező fogalmát. A Zellingeren még nem volt szerencsém részt venni, de szerintem ott is elhangzik az a mondat, hogy figyeljetek arra, akinek segíteni fogunk, hogy az ő energiája, problémája, tudatalattia töltse be a teret. És amikor ez megtörténik, elhangzik az a varázsmondat, hogy tiéd a tér. Én úgy szeretnélek most benneteket bevonni, hogy ez a kommunikáció két módon történjen. Nektek van szerencsétek itt lenni, és érezni azt, ami ebben a dharmateremben van. Az összesűrűsödött tanítások, a rengeteg embernek a belerakott munkája, bizalma, szándéka, töretlensége. Mert hogy amiről beszélni szeretnék, az nektek az érzéseken keresztül szól, és hogy haszna is legyen ennek a bevezetőnek, a mondandóm az inkább azokat célozza meg, akik még nem jutottak el ide. Szerda óta van szerencsém most itt lenni, amikor egy csoportos munkába belettem vonva, és nagyon megdicsértem az egyik úriembert, aki nagyon nyíltan és őszintén a kollégáit meglepő módon a gyerekkoráról és az egész életéről kezdett el beszélni. Hogy én hogy ülök most itt? Koraszülöttként jöttem, az orvosok nem adtak édesanyám kezében, mondván, hogy ez a gyerek nem marad meg, ha megmarad, nem lesz normális. Ott azért ez játszik. A család egy nagyon-nagyon becsületes, falusi, jó szándékot és a kemény munkát tanító és képviselő család. És mivel az Ellingerről beszéltem, szerintem mindannyiunk problémája, hogy elcsúsztak a szerepeink, a női és a férfi szerepek, értékrendek, hogy ki mit képvisel az életében. Háborúnak köszönhetően a felmenőknél dédpapa odaveszett, aminek következtében a férfiak ugyan a családban voltak, de teljes érzelmi kirekesztettségben. Aminek következtében nálunk a nők azok, akik irányítanak, akik mindent jobban tudnak, akik majd megoldják, ami mellé én hoztam egy nagyon szép karmát, úgy hívják magányprogram. Amit azért ennek a programnak ellenére nagyon nagy megtiszteltetésként elmondhatok magamról, és fontos, hogy három gyönyörű gyermeknek vagyok az édesanyja, akik úgy tökéletesek, ahogy vannak, és szerencsés sorsomnak köszönhetően rövidebb, hosszabb ideig
mások gyerekeit is nevelhettem, és két nevelt gyermek is tartozik hozzám. Meg egy kis csoport, őket úgy hívják, hogy lélekutasok, mert hogy ahogy mindannyiótok élete periódusokra osztható, bizony a kamaszkor után én is a nem értéssel kezdtem az életemet. Miért történik velem mindez? Miért nem ért meg senki? Miért olyan nehéz az életem? Amíg 28 évvel ezelőtt egy erős spirituális élmény hatására muszáj volt utat találni, és a miértek nem lettek fontosak. Nagyon-nagyon sok komoly szakembernek és tanítónak köszönhetően, amikor megértettem, hogy mindezt a karmát én teremtettem, én hoztam, én vállaltam, üldögéltem a fejemet fogva, hogy szuper, Viki, nagyon egoista voltál, nagyon öntelt, és nagyképű, hogy te ezt bevállaltad, de azért biztos, ami tuti, hogy gyorsan haladjál, azért még egyszer sorba álltál. Ebből adódóan ügyesen kialakult bennem a sok-sok munka, terápiás csoportmunka hatására, hogy megértettem, miért történnek a dolgok az életemben. De nem tudtam változtatni önmagamon, a karmámon. Úgy tudom szemléltetni ezt nektek, minthogyha egy nagyon mélyen lebetonozott, nagyon erős vasbeton oszlop lenne az a karma, amit hoztam. És minden munka, önismereti munka, akár melyik úton indultam el, engedett egy darabig, de egy hám mindig visszahúzott. És amikor eljutott oda az életem, hogy amikor csak magamon akarok dolgozni, akkor ennél a távolságnál tovább nem sikerül menni, megkaptam azt a szerencsés feladatot, hogy embereknek segítsek. Ennek nagyjából 10 éve. Ebben van érintésterápia, csoportterápia, lebénult ember rehabilitálása. Akkor indult el az életem abban az irányban, hogy amit másokért meg tudok tenni, ahogy mondani szokták, senkit nem tudsz átvinni a túlsó partra, hogy te magad is meg ne érkezz. Mindig annyival egy kicsit előrébb jutottam. Egy kicsit hosszabb lett ez a póráz. Nem rántott már vissza, nem csattantam megint azon az oszlopon. De a tanítás minden alkalommal, amikor itt vagyok, nagyon gyorsan elér. Amiért azoknak az embereknek, akik nézik ezeket a videókat, csak szívből ajánlani tudom, hogy jöjjenek ide. Mert itt nincs olyan, hogy érzem én, hogy ott van valami a sarokban, de nem fordulok felé. Itt mindenütt van. Archetipikusan mindenki képvisel valamit mindannyiunknak a saját életéből. Anyukát, apukát, férjet, feleséget. Nem tudsz úgy itt lenni, hogy egyszerre egy egész csomagot meg ne kapj. A kezdő napunkon már az étkezésnél megsóztam az ételt, sűrűn könnyekkel áztatva, pedig nagyon ízletes volt, Daninak hála. Mert hogy ahogy beültünk a terembe, érzékeltem azt, hogy valakinek a jelenléte nagyon szervesen kapcsolódik ahhoz, amivel én most dolgozni szeretnék. És Szunyimnak mondtam, hogy ilyen tömörített zipfájlok érkeztek, és így elkezdett így feszíteni a fejem, nem volt már hely. És a kezdő táborban az volt az információ,
rád bulul a karma, szépen vidd le oda. Igen, ám csak, hogy én így szívcsakra tájékán ezt azért így érzelmekkel átitatva elkezdtem érezni. Szerencsére nem csomagoltam ki. És hogy milyen gyorsan érkezik a tanítás. Abból adódóan, hogy a szülők a kemény munkával kitartásra és mérhetetlen erőre tanítottak meg engem, a dolgok elviselésére. Én mindig mindent előbb meg akartam érteni, és majd én eldöntöm, hogy ez nekem jó, vagy nem jó, és majd akkor utána elengedem, addig nekem nem mondja meg senki. Mert majd én tudom. És viszem, amíg lehet. Hogy az milyen karma, jó vagy nem jó, én cipeltem. És Sunim azt az információt adta, hogy ilyenkor egyetlen dolgom van, itt hátul, azokat az if-fájlokat, kitömörítés nélkül engedjem ki. És ez olyan felszabadító volt, hogy nekem sincs szükségem arra, hogy mindent megértsek, elengedhetem. Nem kell, hogy hozzám tartozzon. Ami nagyon fontos, hogy jó barátságot kötöttem odakint a fűzfával. Mert azért, ami nem itt volt, hanem idáig lejutott, azzal volt egy kis dolgom. Kifeküdtem a fa alá, úgyhogy az ágak, amik lelógnak, hozzám érjenek, és megkérdeztem a fától, már maragszik rám, hogy én most ilyen nagyon szar lelki állapotban fekszem ide alá. Se meg nem csapkodott, se nem szólt semmit. Egy kicsit sírdogáltam, elengedtem. Feküdtem tovább a fa alatt, teljesen megnyugodva, lecsendesedve, gondolatok nélkül. Néztem a fűzfát, kértem a tanítását. Nem simogatott meg. Minden, amihez ragaszkodtam, az én kis terheimhez, az az ő számára közömbös volt, mert tökéletesen az egység része. Nem akar kiválni, amikor meg be akarna illeni valahova, akkor sem kell tennie, hiszen az egyhez tartozik. Fantasztikus érzés volt úgy bejönni a dharmaterembe, hogy bár volt olyan félelmem, hogy csak addig vagyok ilyen fantasztikus állapotban, amíg újra azokat az energiákat meg nem érzem, de ez eltűnt. És a mai nap nagy tanítása, ami ennél az egésznél nagyobb, hogy különböző tanfolyamoknak köszönhetően elég jól érzékelem a teret, az energiákat, ha mások segítéséről van szó, egész intuitív tudok lenni. Aztán ott a Koan interjún ültem, mint a kuka, vagy magyarázkodtam. És meg kellett, hogy lássam, hogy mindazt, amit tudok, csak másokért vagyok hajlandó működtetni. Úgyhogy én most azt viszem magammal haza, hogy mindazt, amit tudok, megpróbálom önmagamért is működtetni. És köszönöm a tanítást, és hogy itt lehetek veletek.